Országszerte hiány cikk a tűzifa. Folyamatosan drágul a vaj. Másodfokú pollenriasztás van érvényben. Augusztus 17-e van az aktuális, látják a Gyöngyös és a térség legfontosabb híreivel. Már is kezdünk. Nagy hiány van tűzifából az országban, így aki eddig nem gondoskodott róla, könnyen lehet, hogy télen nem lesz mivel fűtenie. A kereslet növekedést egyrészt a piac fehéredése, másrészt a kemény hideg tél okozta, emiatt pedig áremelkedésre is számítani kell. Tavaly 2600-2700 forint volt egy mázsa akácfa beszerzési ára, most 4000 forint. A vegyes és a kemény fa olcsóbb, de ezeknek is felment az áruk. A kereslet jelentősen meghaladja a kínálatot tűzifából, mondja Dudás Béla erdészetvezető, aki hozzátette, hatalmas most a várólista. Sajnos avval szembesülünk, hogy nagyon nagy a kereslet. A kereslet növekedésnek egyértelműen az az oka, hogy fehéredett a fapiac. Magyarán a többség most már legális csatornákon keresztül, legális forrásból szerzi be a tűzifát. Ez az állami erdőgazdálkodónál egy nagyon nagy keresletnövekedést eredményezett, nem csak a mi erdészetünknél, az egész régióban ez a helyzet. Mindehez még az is társul, hogy kemény, hideg tél volt, és több fát kellett használni, mint általában. A szakember kiemelte, a téli készleteik teljes egészében elfogytak, és a nyárival sem állnak túl jól. A nyári jogszerű kitermelési lehetőségünk, ami tűzifát eredményez, sokkal-sokkal kevesebb, és ráadásul most egy olyan körülmény is közrejátszik, hogy a fakitermelő kapacitásunk jelentős részét a pókárok felszámolása köti le, és ez a mi erdészetünk esetében fenyőpusztulást, fenyőkárosodást jelent. Tehát a fakitermelési kapacitás jelentős része azok a fenyőkárok elhárításán dolgozik, fenyőtűzifa pedig egyáltalán kúrens, nagyon kevesen igénylik. A kereslet növekedés tűzifa áremelést is jelent. Tavaly például 2600-2700 forint volt egy mázsa akácfa beszerzési ára a fakitermelőnél, most pedig 4000 forint. A vegyes és a kemény fa olcsóbb, de ezeknek is felment az áruk. Jelentős mértékben emelkedhet a vajára az év második felében. Az akár 30%-os változást a tejzsír világpiaci árának emelkedése okozza, ami várhatóan visszarendeződik a jövőben. Azonban a boltok polcain tartósan magas árakkal találkozhatunk, tudtuk meg a Tejterméktanács ügyvezető igazgatójától. Akár 30%-kal is többet kell fizetnünk a vajért, mivel az alacsony felvásárlási árak miatt az európai tejtermelők jelentősen visszafogták a termelést. Ennek következtében hiány alakult ki a piacon, ez pedig felhajtja az árakat. Tudtuk meg Hart Zoltántól, a Tejterméktanács ügyvezető igazgatójától. Idén nyárra annyira lecsökkent a tej, illetve a tejzsír mennyisége, hogy egészen elképesztő rekordokat ér el. Ugye jellemzően a tejzsír alapú terméket egy széles köre, így például vaj, tejszín, ami rendkívül módon érintett. Gyakorlatilag a legfontosabb ok az egy nyers tejhiány. A vaj, tejszín és tejföl ára már az év elején is elmozdult, de egészen biztosan tovább fognak emelkedni az árak. Kiszereléstől függően közel másfélszer annyit kell majd fizetnünk a boltokban ugyanazért a termékért. A becsléseink szerint az év második felében a tejzsír alapú termékek, mint vaj, tejföl, tejszín ára intenzíven emelkedik, legalább 30% emelkedést látunk a fogyasztói árakban, és nyilvánvalóan ezek az árak olyan egyéb élelmiszerekben is áremelkedést fognak okozni, amelyek tejzsírt tartalmaznak, tehát vaj, tejföl vagy tejszín felhasználásával készülnek. Így várható, hogy nem csak a tej, hanem a péktermékeknél is jelentkezni fog a változás. Az árakat az is felhajtja, hogy világszerte megemelkedett a vaj iránti kereslet. Hosszú távon visszarendeződés várható a piacon, de ez a fogyasztói árakban kevésbé fog jelentkezni, tette hozzá Hart Zoltán. Az ország északi területeinek kivételével mindenhol másodfokú pollenriasztást adott ki az Országos Közegészségügyi Intézet. A hatóság júliustól ellenőrzi, hogy mindenki megtisztította a telkét a gyomnövényektől. Bár az állam pénzbírsággal szankcionálja azokat, akik nem írtják területükön a parlagfüvet, sokan mégsem teszik meg azt.
Amennyiben virágzó parlagfüvet találnak az ellenőrök, 15 ezertől 5 millió forintig terjedő büntetésre számíthat az ingatlan tulajdonosa. A gyöngyösi járásban 23 parlagfűvel borított foltot derítettek fel eddig. Az idei parlagfű szezon a megszokottnál korábban kezdődött, főként a nagy meleg miatt. A tömeges virágzás következtében országszerte nagyon magas a parlagfű koncentrációja. Hazánkban már csaknem 2 millió ember szenved allergiától. A szakemberek a Heves megyei kormányhivatal illetékességi területén folyamatos határszemlét és parlagfű felderítést tartanak, tájékoztatott dr. Bekecs Andrea, a hivatalvezető. A 35 nap ellenőrzési időtartam alatt eddig 11 ezer hektár volt az a terület, amelyet megvizsgáltak, felderítettek. Ebből a gyöngyösi járásban 5100 hektár terület volt, amit a földhivatalnak a mezőgazdász kollégája megvizsgált. Eddig 63 hatósági eljárás indult, a mulasztókkal szemben növényvédelmi bírságot szabnak ki. Történt már több kötelezés, tehát ez azt jelenti, hogy közérdekű védekezést rendeltek el kollégáink, illetve a külterületen a növény, tehát a fertőzött területeknek a földhasználóit, vagy az ingatlanok tulajdonosait növényvédelmi bírsággal kell sújtani. Ez a bírság 15 ezer forinttól kezdődik, és a felső határa pedig több millió forint. Fontos, hogy a vegetációs időszak végéig, októberig gondoskodni kell ennek a gyomnövénynek az eltávolításáról. A gyöngyösi járásban 23 parlagfűvel borított foltot derítettek fel. A magyar kis- és középvállalkozások digitális felzárkóztatását célozta meg a Google nagy sikerű digitális workshop elnevezésű előadássorozata. Bár a magyarok internet használatban uniós szinten élen járnak, a vállalkozások több mint felének még csak weblapja sincs. Tehát van még hova fejlődni, ehhez próbál segítséget nyújtani az iparkamara által Gyöngyösre hívott előadó. Milyen lehetőségeket tartogat az internet a vállalkozások számára? Hogyan lehet profitot termelni a weben? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphattak választ azok a gyöngyösi vállalkozók, akik részt vettek a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett digitális workshopon. A felmérések szerint a hazai kis- és középvállalkozásoknak van még mit fejlődniük ezen a területen. Nagyon sok lehetőség áll a KKV-k előtt, hiszen az egyik statisztika szerint 56%-a a vállalkozásoknak még csak weblappal sem rendelkezik, 30%-uk pedig semmilyen se időt, se költséget nem költ marketingre. A vállalkozók az előadáson az online marketing három fontos területével ismerkedhettek meg, és praktikus tanácsokat is kaptak. Az online jelenlét, amiben beletartozhat egy weboldal, a Google My Business vagy cégem, ami szintén egy ingyenes felület a megjelenésre tökéletesen alkalmas, illetve a közösségi médiát ajánljuk, illetve ezen felül, ami egy kicsit komolyabb és egy haladóbb lépés, az az, hogyha valaki mondjuk fizetett hirdetéseket vásárol, illetve hogyha ezeket olyan fajta méréssel látja el, hogy utána fogja tudni, hogy akkor mi a következő lépés a hatékonyság jegyében. Egy jó weblap ma már nem elég. A felmérések szerint a keresések majdnem fele okostelefonokról, táblagépekről érkezik. Tehát, ha egy vállalkozás weblapja nem mobilbarát, az nagy hátrányt jelent. A cégeknek a versenyképesség érdekében tehát meg kell felelniük a felhasználók minden eddiginél gyorsabban változó elvárásainak és igényeinek. Új veszélyes internetes őrület indult útjára. A Hot Water Challenge teljesítői forró vízzel öntik le magukat vagy társukat, az erről készült videót pedig feltöltik az internetre. Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán figyelmeztet a kihívás veszélyeire. Ismert amerikai emberek öntik le magukat jeges vízzel ebben az összeállításban, nemrég pedig útjára indult a kihívás forró vízes változata is. Az Ice Bucket Challenge, vagyis a jeges vödör kihívás 2014-ben indult el világhódító útjára. Eredeti célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az amiotrófiás laterálszklerózis nevű végzetes bénulással járó betegségre, amiben Stephen Hawking fizikus is szenved. A kihívást sokan csak szórakozásból teljesítették. Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy az új hóbort, a Hot Water Challenge azonban komoly és maradandó sérüléseket okoz. Ezek lehetnek mélyek, a bőr legmélyebb rétegeik hatoló sérülések, amik egyrészt akár maradandó sérülést okozhatnak, tehát soha nem múló hegeket, sebeket,
másrészt pedig akár életveszélyes állapotot is kialakíthatnak, hiszen az égési sérülés, hogyha nagy kiterjedésű és mély, akkor az egész szervezet védekező rendszerét felboríthatja. Az internetes kihívások a gyerekekhez is eljutnak, akik sokszor szüleik tudta nélkül teljesítenek veszélyes feladatokat. A forró vizes kihívás esetén fontos lenne a megelőzés, ám ha ez nem sikerül, orvosi segítségre van szükség. Hogyha jó a kapcsolat a gyerekkel, akkor talán valahogy általánosságban lehet beszélni arról, hogy ha valami furcsaságot lát az interneten, akkor inkább kérdezzem meg a szülőt, mielőtt valami utaságot csinálnak. Ha mégis megtörténik a baj, és valaki égési sérülést szenved a forrázás kapcsán, akkor az első teendő a hűtés, erre hideg, lehetőleg folyó vizet kell használni, és addig kell végezni 10-15 percig akár, amíg a mentő megérkezik a helyszínre. A mentősök Magyarországon még nem találkoztak ilyen kihívás okozta égési sérülésekkel, ezért is tartották fontosnak a figyelemfelhívó üzenet közzétételét. A Magyar Labdarúgó Szövetség februárban új struktúrát indított, melyben régiókra osztotta az országot és a központokhoz több alközpontot kapcsolt. A Gyak és a környék településeinek csapatai a budapesti Honvédhoz kapcsolódva kezdték meg az új szerkezetben a munkát. Fél év után immár a második szezonnyitó értekezletén tartotta meg Nagy György Gábor alközpontvezető. Igazából támogatást rengeteget kaptunk az Honvéd részéről, tehát illetve az MLS részéről is, úgy szakmailag is, akár a háttérrel vagy az edző kollégák képzésében tekintve, illetve nagyon sok olyan jó tanáccsal láttak el, amit az utánpótlás nevelésben mi is fel tudunk használni. Isten igazából mi is próbáltunk nekik tehetséges gyerekeket az ő irányukba fordítani. Külföldi tornákra is vittek el tőlünk játékosokat, akiknek a játéka nagyon megtetszett az ottani vezetőknek, és látják azt, hogy tényleg itt egy milyen minőségi szakmai munka folyik a Gyöngyösi Atletikai Klub kötelékében. A régi idők magyaros focia már a múlté, tudtuk meg Vattai Attila régióvezetőtől. Akármilyen rendszert létrehozhatunk, akármilyen rendszert működtethetünk, ha nem változtatunk a futball filozófiánkon. Ha továbbra is a magyaros futballba, Puskás öcsibe menekülünk, meg Albert Flórit keressük, akkor elveszünk. Változtatni kell a hozzáálláson, mégpedig a tekintetben, hogy a tehetségek kiválasztásánál, a tehetségek megjelölésénél nem feltétlenül a labdaérzékelést, nem feltétlenül a ülve 1000 darab dekázást kell értékelni, hanem elsősorban a gyorsaságot kell keresni, az agresszív mentalitást és az akaraterőt. Az ülésen a Magyar Labdarúgó Szövetség részéről a jelenlévő Zacsovics Tibor elmondta, mind anyagi, mind szakmai támogatásban is sokat kaptak a régióban dolgozó klubok. Azt kell, hogy mondjam, abszolút partnerek az egyesületek benne, és nagyon sok segítséget kapunk tőlük, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a struktúra maga a felépítése szerintem rendkívül jó, hiszen a Honvéd Régió Központ alatt lévő egyesületek még soha nem kaptak ennyi segítséget, mint amennyit mostanában a klubok kapnak. Egy kicsit változik a versenyeztetése ezeknek a korosztályoknak, az U7 és U9-ben ugyanúgy a fesztivál jelleg meg fog maradni, az U10-11-ben szintén megmarad a Bozsik torna rendszere, az U12-13-ban pedig egy új bevezetés lesz, bajnokságot vezet be a szövetség. A fél évvel ezelőtt megkezdett struktúra a jövőben alapjaiban nem változik. A kluboknál folyó szakmai munka fő elvárásait továbbra is a magyar élvonalbeli klubok és a Magyar Labdarúgó Szövetség határozhatja meg. A kisműhelyekben pedig elsődleges cél a tehetségek felfelé áramoltatása. A nemzeti tengely súlymérő rendszer kivitelezési munkálatai a jövő hét végére minden frekventált helyen befejeződnek, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Országszerte 89 helyszínen kerül az aszfalt alá automatikus tengelysúlymérő szenzor az útdíj köteles szakaszokon a túlsúlyos járművek kiszűrésére. A rendszer mozgás közben képes megmérni a járművek tengelyterhelését, összsúlyát, majd ezt összeveti az útdíj adatbázissal, így fény derül az esetleges túlsúlyra. A Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT és a Nemzeti Közlekedési Hatóság konzorciummal megkötött támogatási szerződés közel bruttó 30 milliárd forintot biztosít a tengelysúlymérő rendszer kivitelezésére.
Az első nyelvvizsga megszerzésének állami támogatása jövőre átlagosan 34.500 forintos megtakarítást jelent a fiataloknak és családjuknak, írja az MTI. Az anyagi terhek csökkentése mellett a kormány ezzel a fiatalok továbbtanulási és munkaerőpiaci esélyeit is támogatja. A nyelvvizsga díjának visszatérítése várhatóan motiválja azokat a fiatalokat is, akik bár tanultak és beszélnek nyelvet, valamilyen oknál fogva nem szereztek erről bizonyítványt. Jönnek a legfontosabbak még egyszer, röviden. Országszerte hiány cikk a tűzifa. Folyamatosan drágul a vaj. Másodfokú pollenriasztás van érvényben. Köszönöm figyelmüket, ez volt az aktuális csütörtökön, holnap is jövünk majd a szokott időpontban. Addig tudják, híreinket megtalálják az interneten is, www.gyöngyöstv.hu. Minden jót, a viszontlátásra!